A 60-i Lajos Múzeum ezúttal reformkori kuriózumként Csomor Csilla önálló estjét hozta el a közönségnek. A Dériné Széppataki Róza életéről, elsősorban szerelmi életéről szóló darab, eredetileg 2x40 perces színpadi előadás, de ennek létezik egy keresztmetszete is, amit a színművész pódiumestként ad elő. Az utaztathatóbb változat az első magyar operaénekesnő komoly pályaéveire koncentrál. Csomor Csilla szerint egy színésznőnek az egyik leghálásabb feladata, ha egy színésznőt kell alakítania. Ugyanakkor, mint mondta, erős a kötődése Dérinéhez, mivel mindketten jászberényiek, ezért gyermekkorában sok anekdota lengte körül személyét illetően. Gyakran eljárt a német színházba, mert nem volt akkor még Pesten magyar színészet. Ajánlott. Az ő színes és kalandos életútja az egyébként szerintem nagyon sokak számára érdekes lehet, már maga olvasva is a Dériné emlékiratok egy izgalmas olvasmány, meg hát, hogyha azt a nem elhanyagolható tényt tekintjük, hogy Dérinének köszönhetjük a magyar színjátszás meghonosodását hazánkban, akkor ez számomra egy missziós munka is, egy kultúrtörténeti és színháztörténeti szempontból is egy értékes anyagot választottam. És hát nekem az a célom, hogy minél több helyen megmutatkozzam vele, még jobban megismerhessék Dériné múltját, alkotásait, illetve ő rajta keresztül talán az én színészi eszköztáramat is, vagy az én színészi tudásomat is. Elmondta azt is, hogy fontos számára ez a darab, éppen ezért nagyon sok olyan dolgot tanult meg miatta, ami eddig nem feltétlenül az ő feladata volt. Ilyen például a jelmez tervezés vagy a promóció kialakítása. Pest! A gyönyörű nagyváros Pest látása már egészen magamon kívül ragadott.